Mi pécsiek különösen szeretjük a fákat, a város évszázadainak tanúit, a művészet örök jelképeit. Gyökerükkel a földbe, ágaikkal az égbe nyúló, az emberi létet túlszárnyaló növények az istenek megtestesítői, akik már az ősi mitológiákban is az élet és az idő szimbólumai voltak. Őszi lombjuk színvilága, ágaik hajlékonysága és törzsük hajthatatlan szilárdsága festőket ihlet. Szemünkben a fák, a legnagyobb fájdalmak elviselésére is képesek. Örök és hősi példaképeink. A Janus Pannonius Múzeum modern magyar képtára számtalan izgalmas festményt őriz, és egyes képeken változatos technikával és tartalommal jelennek meg a fák, életünk jelképei. A szobrok alkotói pedig alapanyagként használják ezt a kiválóan formázható, egykor élő anyagot, mely így változatos formái és szerkezete révén halála után is új életet nyer. Múzeumunk egyik legismertebb fás alkotása, Csontvári magányos cédrusa, amelyet sokan a művész sors jelképes víziójának tartanak. A fa azonban nem csak a sokszerűség és a magány, hanem az életöröm kifejezője is. A Zsolnai Múzeum kerámiáinak szecessziós, burjánzó növényi motívumai sugallják, hogy életünk útja mély sivár lenne, ha nem ajándékoznának enyhülést és derűt a fölénk boruló lombok, virágok és gyümölcsök. Fűben fában orvosság van, így tartották eleink. A szerecsenpatika kiállításba lépve eszünkbe juthat, hogy a fák és más növények gyógyírjai által nem csak a lélek, de a test is valóságos gyógyulást nyerhet. Ezt jósolják a gyönyörűen faragott faberendezések és a polcon fából készült orvosságos edénykék. A Néprajzi Múzeumban a fából faragott használati tárgyak emlékeztetik a látogatót, hogy a régi háztartásoknak mindennapos kellékei voltak a faeszközök. Mindezek után érthető, ha a Pécsi Múzeum dolgozóiként különösen tiszteljük a fákat, a természetet. Múzeumunk a reneszánsz költőről, Janus Pannoniusról kapta a nevét, akinek egyik leghíresebb verse a téli fagyokkal dacoló mandulafáról szól. Természettudományi osztályunk éppen ezért választott ki egy szintén jelképesnek mondható példányt, a pécsi havihegyi mandulafát. És ezt a fát jelölte az Európai Évfája versenyben, ahol 2019-ben az első helyezést érte el. Az eseménynek köszönhetően Brüsszelben az Európai Parlamentben hangozhatott el múzeumunk neve. A költő szavaival élve, fánk most éppen nem virágzik merészen a télben, hanem kemény fagyokra készülődik, de jönnek szebb idők is, így a múzeumunk is, korántsem tétlenül, várja a virágzás korszakát.